Üdvözlök minden kedves nézőt, én Peti vagyok, és a mai videóban egy újabb TNT modot fogunk tesztelni. Igen, már megint nem kell leírni. Az első TNT az egy Ultimate Lucky TNT, és egyébként azért ezt a TNT modot választottam, menjetek arra egy picit, mivel vannak benne egész érdekes, illetve tök jól animált robbanások is. Öm... na igen, nem pont erre gondoltam, de egyébként ez sem nézett ki annyira rosszul, főleg így kezdésnek, viszont még nincs vége teljesen, mert a TNT, aha, még emitt is voltak, azok nem robbantak? Vagy... De mi ez most honnan jött? Na várjál. Aha, aha, és most robbantak azok a TNT-k, amik leestek az előbb meg még mindig zuhannak tnt és itt van a pusztítás, amit végzett. Az így kezdésnek nem volt azért semmi. A következő az egy throwing TNT, dobás TNT, hogy kell elképzelni, mindjárt kiderül. Vár lehet, hogy ezt eldobta valóva a világban, ezt úgy kell érteni, és akkor full robbant föl, és én azt sem tudom, hogy hol. Vár, ott szerintem lehet, hogy ez lesz az. Nem lehet, hogy ez az ő robbanása itt. Vagy ez mi? Tudjátok, mit fogjuk rá, hogy ez az ő robbanása, és haladjunk tovább. A következő egy VC TNT Toilet TNT. Valószínűleg, vajon mi lesz? Hát nem erre számítottam, ez csak pár darab kő lerakva meg víz. Hát jó. A következő egy nagyon tipikus tízszeres TNT, szerintem ettől már mindenki tudja, hogy mit kell várni, már minden ilyen TNT-s videóban benne vannak ilyen valahány szoros tnt -k. És a következőt azt itt mellette robbantom, Spire TNT. Na nézzük, te mit tudsz. Ajaj, nyuszi. Hát, annak a nyuszinak off -rotty. Na várjál, ebből messzebb is nézzünk meg egyet, mert az előbb szerintem túl közel voltunk. Igen, igen, ezt az előbb így nem lehetett látni. Egyébként, amelyik tnt tudom magyarul, annak mondom magyarul a nevét, ez egy összeomló TNT, vagyis hát így fordítva mondom a nevét, lefordítva. Szóval, ha fura nevük lesz a TNT-knek, az emiatt van. Na igen, összeomló TNT, nézzük, mi omlik össze az a disznó, hát az biztos össze fog olyan közel. Azt a mindenit, hát nem a disznó, ez nem is omlik, ez, mondjuk nem tudom, hogy hívnám, de amúgy nagyon jól néz ki. Mondjuk homokkal pont érdekes, mert a homok az magától is, vagyis pont, hogy nem érdekes, mert a homok magától is lezuhan. Szóval, hogyha ezt agyok blokkal is megnézzük, azt is így kilövi, igen, de még a növényeket is azt figyelt, és visszazuhan az egész, de ugyanoda amúgy visszaépül. Az amúgy, az komoly. A következő egy célozható TNT. Mit célzunk vele? Vagy mit céloz? Vagy mi? Jaj, elfordultam. Haló, nem tudtam, hogy ilyen gyorsan robbanni fog. A következő pedig egy gömbölyű TNT. Hát ennek a neve konkrétan le is írta magát. Vagy nem? Ó! Ó, hogy í ezért? Azt hittem a robbanása lesz gömbölyű, de úgy tűnik, hogy nem, hanem inkább a TNT kirepülésének az animációja. A következő pedig egy szökőkút TNT. Na, az pont jó lesz itt a faluban, ha jól látom, nekik nincs is szökőkútjuk. Szávász falusi, hoztam nektek szökőkutat, remélem örültek neki. Hoppá ez nem szökökút, de mondjuk szökökút TNT annak korrekt, teljesen korrekt. Hol, hol a falu? Következő egy 400-szoros TNT, ami amúgy nem hangzik olyan rosszul, de most volt nemrég kettő darab ilyen TNT-s videóm is, egy darab TNT modról, ami nagyon-nagyon brutális volt, és abban volt 10 szeres meg 50 ezer-szeres TNT is, tehát ez a 400 szoros ez most ilyen kis hangja Viszont ezek a TNT-k szerintem látványosabbak, mint azok a brutális nagyok, mert ezeknek legalább lehet látni a robbanásukat, és nem akkora, hogy bele sem fér a képernyőbe. A következő egyébként ez egy 80. Szoros TNT. Érdekes, hogy a 400-szoros után a 80-szoros, de mindegy, ilyen sorban voltak. A következő pedig egy biológiai TNT. Arra tippelnék, hogy ez csak a fákat szedik ki, meg a füvet, vizet, ez ilyen növényi dolgokat. Nem, ez most itt mi történt? Mi ez a kis 9 darab blokk, ami ki lett szedve? A következő pedig egy baby TNT. Na én mondjuk ennek a baby TNT-nek bírnék elképzelni egy olyan robbanás, mint az előbb a biológiainak. Ja, hogy ez baby zombikat rak le, kellenek ezek a francnak. Sőt, covering egy ilyen betakaró TNT. betakaró majd a kis zombikat? Mi? Homokkal. Tuti, hogy homokkal. Nem? Semmi? What? Ja! Az, igen. Ez amúgy nem volt rossz, csak ilyet is láthattunk az előző TNT modos videóban. Mármint ilyen animációjú robbanás, hogy így sorba megy a robbanás. Következő egy sajt TNT, ami amúgy szivacs. Ez már ilyen ős régi taktika, hogy ilyen TNT-ket is használnak. A következő egy karika TNT. Na nézzük. Na jó, ez meg tuti, akkor karikában dobálja a TNT-ket. És nem. Hát, öm... Hát vagy mondjuk, hogy de, de ez nem karika. Ja, aha, és akkor így jön ki a karika, értem. Hát, de ez inkább csillag szerintem, vagy... Hoppá, hoppá, még robban, most már csillag se. Figyeld, itt egy spawner. Na, itt robbantjuk a következőt. Ez pont jó is lesz ide, egy lézer nevű TNT. Na, nézzük a... Hoppá, ez jó gyorsan felrobbant. És föntről még jön valami. Figyeld, ha, ez mi a fede? Az igen. Én arra számítottam, hogy valami lézerpartikul fog jönni, de amúgy ez sem volt olyan rossz. Ja, hogy ott lent, ott még történnek dolgok. Értem. A spawner el lett tüntetve. Küldetés befejezve. Következő egy EMC-2 nevű TNT. Föl se akar robbanni, amúgy. Csak megy az idő. Aha. Aha, ez jó lesz. Ó, értem. Ez egy ilyen nagy kör alakút robbantott, és a falnak a széle az fekete. Illetve nekem picit bagosan robbant, mert mint ahogy láthatjátok, ott maradt egy picike kis sziget, meg emitt is maradt egy pici sziget. És ez nem csak textúra, hanem ez ténylegesen itt van, szóval ez, ez nem tudom, hogy történhetett. A következő pedig egy TNT meteor eső. Hát ettől a falutól szerintem még gyorsan köszönjön el mindenki. Nem sokáig lesz. De figyel, elindult fölfelé a falunak az egyik. A faluból egy kis sziget darabka fölindult, és így láttátok szerintem az egész. Szia falu. Volt nincs. Hegy TNT, na rak ide egy hegyet. Azt figyeld. Aha, feljutni igaz nem lehet repülés nélkül, viszont azt figyeld. Ó, oh, tele van tnt a ház. A következő az egy időzíthető TNT. Mármint nem tudom, hogy időzíthető -e, de ez a neve. Nem tudok beállítani semmit. Ha felrobbantom, akkor felrobban egyből. Vagy most nekem kell eldöntenem, hogy mikor robbanjon? Nem tudom, hogy kell beidőzíteni. Nem akar felrobbanni. Lehet, hogy ezt config fájlban kell. Mert vannak olyan TNT modok egyébként, hogy a konfignál kell átírni neked. Tehát konkrétan bele kell menni a mod mappájába, ott kikeresni ezt a TNT-t, és ott valami számot átírni, hogy akkor ennyi, meg ennyi idő egység alatt robbanjon fel. Nem tudom, hogy így kell -e, de lehet de most akkor ezt kihagyjuk. A következő az egy bomba TNT. Na, ez már biztos jót fog robbanni. És... Ajaj, jön valami az ég... Jön valami az égből, hát persze. Az mi? Valami kis szerkezet elindult, de az most örökre dobálni fogja ezeket a tnt eket Meg ez milyen TNT egyáltalán? Tehát ez valami szerkezetet ide lerakott a levegőbe, és azt sem tudom, honnan adagolja ezt a TNT-t. Ja, bele lehet ülni is. Nézhetem, hogy pusztul a világ, hogyha nem tó fölött megyek éppen. És most ez itt örökre megy, amíg én le nem állítom. Hát akkor nem állítjuk le. Ja, nem, kifogyott, most fogyott ki a TNT, ez ennyi volt, ahogy átértünk a tavon. Jó, akkor nézzük a következőt, ami egy felhalmozódott, hova zuhanok? Felhalmozódott TNT. Én ezt úgy bírom értelmezni, hogy ez sok TNT egyben, és, és úgy tűnik, hogy az is, és akkor gondolom egyszer csak robban. Ez úgy tökre kreatív. De vár még a malacot is oda szippantja, meg amúgy engem is azért bírok ilyen lassan repülni, Én folyamatosan most megyek el, de nem enged. Méhecskét is oda szippantotta, mindent oda szippant. Hopp, Na pont most akartam kérdezni, hogy szerintetek ez fel is robban, vagy csak szívja a tnt de felrobbant végül, úgy tűnik. És ez ennyi volt. Szóval most nézzük a következő TNT-t, ami egy hullám nevet kapott, és elég érdekesen is néz ki, szóval Nézzük most a robbanását. Menjen végig az erdő. Na jó. Nem erre számítottam, hanem egy ilyen hullámra, ami végig megy az erdőn, de hát amúgy ez is tök király. Ó, nem gondoltam, hogy ilyen nagy lesz, hogy összeér az előzővel. Aztán itt van nekünk egy gravitációs anomália nevű. Öm... Oké, okay. szóval ezért, és megint nem bírok elrepülni, ez is magába szippant. Fú, az ilyenek amúgy olyan kellemetlenek. Aztán következik egy kaotikus TNT, na ez, ennek, de ne, már megint szippantós. És nem az előzőt raktam le véletlenül? Nem, amúgy nem, mert ez, ez most arrébb is ment. Ja, ez már ott megy fölfele, vagy én ezt most nem értem. Aztán itt van nekünk egy vulkán TNT. Na ez jó lesz, tuti. Azaz, befagytunk. Hopp, vár, még ott van a TNT. Először letisztította a terepet körbe. Fagyasztja le a vizet. Kell a vulkánnak a platform, nem? De amúgy ilyen részlegesen fagyasztja le, tehát nem mindenhol. Figyeld, ott mindjárt összeér a fagyás aha, azaz. Tehát, hogyha ezt vizen egy óceán közepén, az is tök jól néznek, így körbefagyna. És ott elkezdett valami generálódni, vagyis egyelőre hát a blokkok tűnnek elfelé nyilván. Meg most kérdés, hogy ez, ez mennyire tágul ki. Aha, szóval nagyon, és itt elkezdett generálódni. Na, ezekről a TNT-kről beszéltem, srácok, hogy ezek nagyon jól néznek ki szerintem, nagyon profi meg vannak csinálva, és, és, tényleg látványos is az animációja. Csak egy picit lassú szerintem, és ennyi mondani valóm azért nincsen, hogy ezt itt végig magyarázzam, de mindjárt összeér, és akkor ezzel kész is lesz. Gondolom azért nem, igen, ez megvan. És most kilő a tetejéből egy kis magma blokkokat igazából, meg földgyújtotta az erdőt ott, meg a, Ja, ahova ezek esnek, ott ilyen tűz lesz. Jó, akkor ez most nem csak tüzet rak le, hanem lávát is, kész a vulkán, pusztít. Ez azért nem semmi. Nekem eddig ez a kedvencem. A következő pedig egy dimenzió TNT. Nem tudom, mennyi közel lesz bármi dimenzióhoz. Ö... Tényleg másik dimenzióba kerültünk. Mi a Franc? Egy pillanatra. Jó, visszajöttünk, oké. Okay. A semmiség, a full sötétség dimenziójába kerültünk át egy kicsit. A következő pedig egy Skálk TNT. Ez valószínűleg terjedni fog. Mi más csinálna a Skálk? Aha. Nem, sima robbanással leportolt, meg hát itt a Warden is. Jó, akkor most erre az egészre szerintem dobjunk egy Meteor TNT-t. Hát, ha eltűnik innen a Warden is. Aha, azaz, gyere, gyere, Meteor. Az nagyon jó, szinte a Wardenre esett. Jó, igazából a Warden mellé. És... mm Na jó, ezt nem nagyon bírom lefordítani. Spare of the World Shaper. Szóval ez lesz a következő TNT-nk, ami szerintem amúgy durván hangzik. Ja. Ennyi. Lerakott ide egy kis agyagot? Aztán van itt nekünk egy hegyvidéki TNT-nk, amit lerakunk ide a lapos terepre. Remélhetőleg egy hegyet fog építeni. Nem, nem. TNT-ket rakosgat ki magából. Ez nem az a hegy! Aha, de mármint, hogy az. Egyre nagyobb. Oké, okay, oké. Okay. Nézd változik át kővé az agyag. A végén még tényleg egy tök normális hegyet ide rak, és ha megnézitek, ez magasabb a felhőknél. És várjál, várjál, nem ennyi. Valami hullámba jönnek itt a földblokkok, de ott lent megy a föld, de ide föntre is rak. Nagyon jó. És természetesen fűblokkokkal is teledobálja. Nem úgy van az. És akkor itt van, kész is van a hegy, ilyen lett a végleges formája. Ja, vár, még növényeket is kap a növények, még csak most portolnak rá, csak úgy random. És most következik egy energia mag nevű TNT. Na igen, ez jól néz ki robbantsuk is. Kiszedett maga alatt egy kis területet, és még tovább szedi. De figyeljétek, hogy szedi. Itt, itt az energia mag. Itt legenerálódott, föllebeg. Tuti mindjárt elkezd forogni, és föllebeg a TNT-nek a szintjére gondolom, úgy né, vagy nem. nem, nem megy tovább. Még át is építi magát, utána indulhat a forgás. Ez nagyon komoly. Mondjuk ez mekkorát robbanhat, bakker. Jó, jó, nem robban, hanem szedi ki szépen a blokkokat maga körül, mint ahogy láthatjátok. Eltünteti a dzsungelt az energiamag. Ti egy energiamag mellett? Írjátok meg kommentbe. Hát már nem forog olyan stabilan a bátja, de még szedi a blokkokat. Bakker, ez mindjárt kiszedi a hegyemet is. Ó, nem. Mi pont most robbant föl, megkímélte a hegyemet, köszönöm, aranyos energiagömb vagy. Ami most következik, az pedig nem más, mint egy Unlucky TNT, balszerencsés TNT. Már a berobbantás is balszerencsés volt kicsit, mint ahogy látottátok. Ja várjál, ez mindig ad egy random TNT-t, ez úgy működik, egy ilyet már robbantottunk ugye bár. Ha még egy Unlucky, aha ez mindig más miatt ad. Ja ez az EMC2-es volt most, aha. A következő pedig egy visszataszító TNT, mik ezek a nevek? Hopp, 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 az megindult egy irányba. Ez pattog össze-vissza, nem? Neki megy valaminek, aztán elpattan egy irányba. Aha, és szórja maga után a TNT-ket. Aranyos, nagyon aranyos. A következő pedig egy forró TNT, de nem úgy forró, hogy meleg, hanem hogy forrásban lévő. Elpárolog. Ja nem, eltűnt a fa teteje. Már ez lehet, hogy vízre hat egyébként. Aha, igen. A következő TNT pedig egy óriás mag. Hasonló, mint a négyel ezelőtti TNT, csak hát ez óriás. Előre letisztította a fákat, ja, hogy aztán lagmentesebb legyen a robbanás, ami így, így halad körbe. Gondolom, amiatt tisztíthatta le a fáknak a tetejét. Ja, de vár néznem kéne, igen, itt kiemelkedik az energiagömb, vagy mag, vagy mi ez. Egyelőre ugyanúgy néz ki, mint az előző. Ja, nem, egyel több ilyen kis ö, karikája van, igen. Ugyanazt a blokkot kapja. Aha, csak kicsit másképp néz ki, ez nem narancs, hanem kék színű, de ez is bepörög, valószínűleg ugyanúgy pusztítja majd a terepet maga körül, csak nagyobb rádiuszban el is kezdett pusztítani. Már el az előző az nem ilyen szabályos körben pusztított, nem? Na jó, akkor nézzük, hogy ez mekkorát robbant a végére. Hopp! Az lesz az. Hát igen, ez szinte ugyanaz, mint a sima energiagöm, csak egy kicsit nagyobb. Következő pedig egy Ragnarök TNT. Na, ennek durvának kell lennie vagy, vagy nem. De az animációja az jó. Sem hm, semmi érdekes. A következő pedig egy ezerszeres TNT. Na nézzük, ezerszeres. Elér odáig a vízig szerintetek? Haló. Ez kb. pont a vízig ér. Most pedig akkor nézzünk meg egy 3000-es TNT-t is. Itt ebben a nagy völgyben szerintem jól is fog mutatni. Így körbeveszik a hegyek, most még így nézünk ki. Aztán pár pillanat és... Így nézünk ki. Egy kis löketet adott nekem hátrafelé, amúgy az durva. Nem is 3000, 10.000, így izé, ezek a számok olyanok, mint a ruhákban a méretek. Minden üzletben más az ember. A következő az egy sérült jeladó, vagyis ilyen jelzőfény, Ö, de az annak robbannia kell. Ó, ez a szép kis animáció. Ezeket úgy szeretem, mikor így terjed a blokkaló itt. Mi történik? Oké. Okay. Nem tudom, ez mit akar szimbolizálni. Ez a, ez a sérült jelzőfény, ugye? Az komoly. Ö, jó, jók vagyunk eddig. Te. Ez most megszállja a világot. Megnyitott a portál kapu. Jönnek az agresszív léleggömbök, És ezek a blokkok, amik kijönnek belőle egyébként robbantanak. Ez úgy nagyon OP. A következő az egy simított TNT. Vagy simítás. Ő fog simítani? Mit simít? Lesimítja a terepet? Vagy engem simíz meg? Hopp, Jaj, vár kicsi eszképet nyomtam, az közben eltűnt az erdő. Szóval így simítja. Hát én ezt terep tisztításnak hívom, de jó az simításnak is. A következő egy fehérjuk. A fehér azok löknek kifelé magukból mindenféle anyagot. Na, robbantsuk be ezt a fehér lyukat. Először is föllebeg. Jaj, a fától nem bír. Engedjük. Hát most már ennél följebb nem akar, ez annyi volt, és löki ki magából az anyagot. Azaz, idáig elér a lökése, az a durva. Hát igen, ez egyáltalán nem kicsi, csak lehetne sokkal rövidebb. Ezek a mai tnt olyan sokáig robbannak, hogy az hihetetlen. Az a durva, hogy egy ilyen TNT-nél már jobban örülök, mikor vége van, mint magának a robbanásnak, mert ki akar persze így nézni egy robbanást komolyan. Over the clouds. A felhők fölé. Elmondom, neked már volt olyan hegy, ami fölépült a felhők fölé, szóval el, vagy késve, barátom. De el is tűnt. Elrepült, kirepült a világból, sőt, császával aztok itt hagytalak, szerintem valószínűleg ez is ugyanúgy meg fog épülni, mint az előző. Aha, jó, akkor ezt, ezt most nézzük meg gyorsításban. Bele sem akar férni a képernyőbe, várjatok. Jó, jó, így jó lesz minden. Hoppá, azt figyeld, ez még komolyabb hegy lett, mint az előző. Egyébként erről még lehet el is hinném, hogy egy random generált hegy tök jól meg lett csinálva. Következő egy flash TNT. Na nézzük, akkor en ennek gyorsan kell robbannia, ugye? Kérlek, könyörgön, te robban gyorsan, mert több mint egy, egy órája itt ülök. Szevasztok villámok, kiszedték a földet, csá, ennyi. Következő. Amúgy nagyon szeretem ezeket a TNT modokat, de úgy el tudja venni a kedvem, mikor már 10 perce ülök egy robbanásnál. És tényleg a mai TNT modok tényleg ilyenek, és nem értem, régen egyáltalán nem ilyen volt. A következő egy zuhanó torony. Oh, ez az a Pillager Outpost torony. Már először fölrepül a TNT. Igen, oda le fogja rakni a tornyot. Le is rakta. Ó, oh, de milyen laggolós. Miért laggol ez a pár blokk ennyire? Ja, hogy ezért, mert hogy különálló blokkok, amik szétrepülnek. Aha. A következő pedig egy Sonic TNT. Figyeld, körbe körbefutja a világot. Ez miért Sonic? A következő pedig egy ASTEROIDA TNT. Na ez is jól hangzik, de mi a különbség az aszteroida meg a meteor között? A meteor meg a meteorit között tudom mi a különbség. A meteorit az már be van csapódva a földbe, a meteor az meg még csak hát az az űrben van, vagy épp tart a föld felé, vagy ilyesmi, de hogy az még nincs becsapódva, de hogy az ASTEROIDA nem tudom. Srácok, 5 perce várok arra, hogy jöjjön a robbanása, nem történik semmi. Idegszálaim nem bírják. Az ilyen TNT nem érdemli meg, hogy megnézzük a robbanását. Nézzük is a következő TNT-t, ami egy interdimenzionális TNT. Rakjuk be ide a hegybe, és robbantsuk is föl. És most imádkozzunk, hogy ennek legalább legyen is valami robbanása, anélkül, hogy várni kéne egy fél napot a gép előtt, mert én még egy olyan videót biztos nem fogok csinálni. Ide rakott egy rakétát. Mi a fene? Na jó, ez nagyon menő. Kreatív módban beszippantott a szofrotty. Figyeld, és még mindig szippant. Újra élettem, és még mindig szippant, igen. Ja, 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 ne, 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 nem bírok elmenni, nem bírok elmenni vége. Ez amúgy tök kreatívan ki lett találva. Viszont csak a következőt, mert lemegy a nap hatszor, mire ennek vége lesz. Elszippantja a lángoló TNT-met is, de nem már. Szóval a Burning TNT, ha most nekem csak tüzet gyújt, én most kilépek. Ó, nem. Ó, érdekes. Ó, mi történik? Nedörösre változik át a téma, de ez is tök jól. Az utolsó előtti TNT pedig egy Call of the Void nevet kapott. Nagyon ismerős nekem ez a név amúgy. Mint a másik TNT módban ezt így használnák, vagy használták volna már. Ó, Endrös a téma. Igen, Jaj, várj itt is, most lesz egy olyan felhő, mint az előbb. Lefelé terjedt, oké. Okay. Rakott vizet is az aljára. Ahova, hogyha leugrunk, és kiúszunk a szélére, akkor itt lesz egy ilyen óriás labirintus, ahol meg kell keresni valamit, most így nem is tudom mit, azt a lila cuccot. És ha megvan ez a lila cucc, akkor te vagy a pro, mert belemész, és... Haló? Haló? Na azért, igen, így kell ezt csinálni. Ez egy ilyen kis minigame, ilyen kis labirintusos minigame talán. És most elérkeztünk a videó utolsó TNT-jéhez, ami nem más, mint egy Nuke TNT. Nem is várok vele, hanem berobbantom. És mivel ez az utolsó, meg amúgy durva neve is van, szerintem ennek kell az egyik legdurvábbat robbannia. Mi a fene? Ekkora nagy tűzefektet láttatok már Minecraftban? De várj már, lassan nem látok semmit, csak a tüzet. Na jó, nincs értelme repülnöm, ez, ez utolér. What the... Ezek ilyen füst felhők, gondolom. Hát ez nagyon durván kiégetett itt egy nagy gödröt. A faluról ne is beszéljünk, az, az megszűnt létezni. És körbe a terület, már amott még szép a terület, amit meg ilyen halálos. Jó, mondjuk, ha most lett teljesen vége az egésznek, így most már mindenhol halálos a terep körülötte. Most emiatt a füst miatt tényleg olyan atombombásabb egy kicsit, mondjuk a nunk pont nem atombomba, de valami olyasmi. Nézzétek meg, még a vizet is kiszárította egy nagy rádiuszban, azért ez nem semmi. És ez a videó most ennyi lett volna. Én nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek. Hogyha tetszett, akkor nyugodtan nyomassatok rá egy lájkot, és legyen további szép napotok. Sziasztok!